Sziasztok, ez itt a Blockchain Bloom Hungary, a blockchain tudásforrásén. Pinki Attila vagyok, és a mai videóban arról fogok beszélni, hogy 13 újabb cég visszavonta ugye az engedély kérelmét applikációját, amit begyújtott az Egyesült Királyságban az FCA-nek, ezzel pedig a visszavont applikációknak a száma 64-re nőtt, tehát egyre kevesebb cégnek van kedve az Egyesült Királyságban kriptóval foglalatoskodni úgy, hogy az FCA-vel kell az egészet engedélyeztetni a működésüket. Aztán a második hír arról szól majd, hogy a USDC, tehát a második legnagyobb stablecoin a piacon, pedig úgy néz ki, hogy egy másik 10 blokkláncra fog majd felkerülni, ezzel a lépéssel pedig átvehetni a szerepet a jelenleg piaci kapitalizáció szerint vezető Tether-től a blokkláncok számában, hogy hányan elérhető, ugyanis a Tether jelen pillanatban jól tudom 8, szont található, ilyen jelenleg 8, a USDC 4, és lehet, hogy egy újabb 10 csatlakozik ehhez ez mindenképpen egy érdekes dolog. Valamint a harmadik hír az, hogy mindenki ismeri, szerintem, a sokan ismeritek a Coin Market Cap oldalt, amit én is szoktam használni, amikor megmutatom éppen a napi árfolyamot ugye az egyik legismertebb oldal, hogy, oldal, hogyha adatokat szeretnék kriptóról begyűjteni, és most egy új dologgal frissítették, méghozzá összekötötték a Uniswap-pal, ezért tudsz már a CoinMarketCap oldalon keresztül is a Uniswap segítségével swapolni. Nos, ezekről lesz szó a mai videóban, és természetesen jönnek majd a kérdések és azokra a válaszok. Valamint, ha még nem iratkoztál fel erre a csatornára, de érdekelnek a friss kriptovaluta és blokklánc hírek, szeretnél napra kész lenni, akkor várunk szeretettel. Egy szuper közösség van már itt, közel 17 ezer ember, nagyon hamar szerintem azt is most már el fogjuk érni napokon belül. És annyi a dolgot csak egy hogy megnyomod a feliratkozó gombot, a csengetyűt és az összeset, és akkor már is az értesítés, ahogy egy új videó felkerül, és én minden hétköznap hozom a legfrissebb kriptovaluta és blokklánc híreket. Aztán még egy dolog, ma tettem föl ide a Patreon csoportba azt, amit így értem, hogy ugye jön Magyarósi Attila, a Coinkes ügyvezető igazgatója ide a Blockchain Hungary stúdiójába most pénteken, tehát pár nap múlva, amikor is lesz egy videó, amiben a jelenlegi helyzetről fogunk beszélgetni, és egy-két újdonságról a CoinCash-sel kapcsolatban. Viszont megígértem nektek, hogy ti, akik ott vagytok a Patreonban, kaptok ebből is egy exkluzív videót, az a plusz a héten érkező, ugye valószínűleg altkönyvjel oktató videó, ugye heti elemzés is ö, megy még ki a héten a Patreon csoportba. Plusz ezt a videót megkapjátok, ami ugye, ö, ami arról szól, hogy ezért tettem ide már ma ki, hogy, és itt jönnek is folyamatosan már a kérdések, nagyon klassz kérdéseket tesztek fel. Tehát, ha van kérdésetek, nagyon nehéz elkapni ugye szakembereket és velük beszélni, hiszen nagyon-nagyon elfoglaltak. Magyarorsi Attila egy elismert kriptoszakember Magyarországon, és én a Patreonban megteremtem neked a lehetőséget, hogy tudjál tőle személyesen kérdezni, és minden kérdésre egyesével szépen végigmegyünk, válaszolunk. Tehát, ha bármi kérdésed van, akár a jelenlegi helyzettel kapcsolatban, akár a CoinCash-sel kapcsolatban, akár az ATM-ek használatával kapcsolatban, működésével, bármi ilyesmi, nyugodtan tedd föl ott a Patreon csoportban, és természetesen az exkluzív videó megy nektek is. Ilyenek még lesznek a jövőben, tehát múlt héten volt Pataki Gábor, most van itt az a héten jön Attila, és a júliusi hónapra is ígérem, hogy hozok majd vendégeket, Akiktől a Patreon csoportban pedig mindenki tud szépen személyesen kérdezni. Szerintem ez egy szuper lehetőség, mert ö, ilyenre ö, nem nagyon van ö, lehetőség egyébként. Szerintem az embernek, hogy csak úgy ezektől az emberektől a hétköznap folyamán csak kérdezzem. Jó, ha még nem vagy ott a Patreon csoportban, akkor ez egy szuper időszak mert tényleg, tudom magamból kiindulva, amikor nem történik sok minden a piacon, akkor kell tanulni, akkor van időt tanulni, ilyenkor a leges, leghasznosabb, mert ha ott vagy, és tudod a legfrissebb információt, legjobb híreket, akkor te már készülsz arra a bizonyos újabb fellendülésre. Tudjátok, a legtöbb ember, aki azt szokta csinálni, hogy ja, ilyenkor most akkor vagy leiratkozom, vagy akkor nem foglalkozom a dolgok, úgysem megy a kriptó. Majd tudod, mikor jönnek vissza? Akkor jönnek vissza, amikor megint a hírekben látják. Ó, akkor meg késő, mert lemaradtak az információkról. Tehát okosan csinálja, az ilyenkor van ott, és természetesen követi az eseményeket, helyezkedik, amikor a legjobb pozíciók vannak, akkor azokat felveszi, és mire a többiek visszaérkeznek, hogy mi van, mi van, akkor megint megy a buli, addigra ő már maga biztosan ott van benne. De hát szerintem, aki átélte ezt a jelenlegi helyzetet, tehát amikor szépen most felment, és amikor később csatlakozott, az abszolút tudja, miről beszélek, hogy miről maradt le. Na, még egyszer nem maradj le ezekre a dolgokról, jó? Tehát rengeteg info van ott, most már közel 50 videó tehát a héten fölkerül szerintem az 50. videó. Rengeteg, rengeteg tudás mennyiség, és bármikor leiratkozhatsz onnan, semmi kötelezettség nincs. Na, szóval ez szerintem teljesen egyedülálló a magyar piacon. És akkor menjünk is rá, hogy hogyan néz ki jelen pillanatban a piac. Szóval Bitcoin 34.644 dolláron. Ja, még gyorsan annyit akartam, bocsánat, a Patreonhoz elmondani, ez egy fontos dolog, hogy nem most iratkoz fel a mai nap folyamán, jó? Ne június 30-án, a hónap utolsó napján. Nem akarom, hogy senkitől erre a hónapja bármit is levegye a rendszer. Ezt nem én állítom be. A rendszer működik így, hogy amikor beiratkozol, feliratkozol, abban a hónapban veszi le a tagsági díjat, és majd a következő hónap elsőjén. Tehát mindenkitől le fogja venni július, tehát hetedik ugye hónap már első van, elsőjén. És várj meg akkor is a délutánt, akkor tehát ma már ne lépjél be, én azt mondom, mindenkinek ne vegyen le duplán nektek pénzt, teljesen fölösleget, egy napot most már simán kivértok, jó? Szeretnék nektek spórolni. Szóval vissza ide, Bitcoin 34.578 dolláron, aztán itt írjunk 2123 dolláron, mindegyik egy ilyen egymásfél százalékos esésben az elmúlt 24 órában. A nyertesek között, mert azok még mindig vannak, ennek ellenére, tehát itt van a Waves 17%, UMA 15%, és itt van Ethereum Classic 15% jelen pillanatban, tehát lehet látni azért többen vannak olyanok, amik ennek ellenére, hogy a Ethereum Bitcoin oldalazgat, meg picit lefele megy, annak ellenére szép profitot csináltak az elmúlt 24 órában. Most egy picivel több a vesztes a tegnapi tegnap képest, amikor szinte nulla volt. Most ott tartunk, hogy Silo 8%-ot esett, Bitcoin SV 8%, Quant 6%, tét a hét mondjuk a helyet kell cserélni, és így tovább, de egyébként abszolút nem vészesek ezek a számok, jelen pillanatban esésről igazából nem annyira beszélhetünk, inkább csak egy oldalazásról. Hogyha megnézzük, a gyártyás ábránkat itt a négy órás levontázón, ugye tegnap erről a ö, kis ö, emelkedésről beszéltem, hogy amennyiben és ebben így benne maradunk, akkor tök jó, hogy el tudnánk indulni, de azt is mondtam, hogy jelen pillanatban egy lefelé melő trendben vagyunk. Nagyon fontos, hogy a trendeket mindig figyeljétek. Innentől kezdve ez egy ilyen fölmenetel volt, aztán tessék most már tés, kitörtünk belőle, hogy most hova megy le, hogy fog oldalazni, azt majd nyilván meglátjuk. Volt, aki érte nekem, hogy miért van az, hogy ö, mostanában ö, ugye vannak ugye, negatív hírek is itt a, a Blockchain Bloom hungary ne? hát hogy, hogy miért nem olyan olyan, olyan pozitív a hangulat, tehát tartjuk az emberekben a lelket. Jó, jó, én tartom a lelket, nem arról van szó, csak a problémám az, hogy a legtöbb ember rövid távon gondolkozik. Tehát vagy a fomo van benne, uh, most venni, 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 vagy pedig óriás pánik. És hogyha ezeket az embereket hitegeted mindenféle dologgal, akkor egyszerűen nem érti, hogy, hogy jó értem én, hogy ez egy jó dolog, de hát nézd meg, nem csinál ez semmit, ez nem megyünk fel semmire, kuka az egész. Szóval muszáj mindig szerintem a, a reális helyzetet mutatni. Ez a csatorna nem szól másról, mint egy tükre a jelenlegi piaci helyzetnek, hiszen itt én csak a híreket tolmácsolom, nem én irányítom a piacot, de nem kérdés, mindenkinek van hosszú távon. Az én véleményem az, hogy hosszú távon a Bitcoin, vagy az Ethereum, vagy pár kriptó abszolút jó befektetés. Ez nem a tanácsom, ez az én saját véleményem. És igazából ezek az időszakok teljesen normálisak, hozzátartoznak. Ha visszanézed a csártokat akár évekre, mindig így nézett ki. Felment, lement, kilőtt, nagyot esett, és így tovább volatilis piac. Semmi új nincs benne, tehát igazából senkinek nem kell keseregni, majd menjünk utána megint felfele. De én szeretném most itt a rövid távon is bemutatni ezeket a dolgokat azért, hogy aki figyeli itt a híreket, teljesen naprakész legyen, és le tudja reagálni az egészet. És igen, ha lefelé megy a trend, akkor mondjuk ki bátran, hogy ez egy lefelemenő menő trend, hogy tavasszal, kora tavasszal azt mondtuk, hogy felfele megyünk nagyon. Igen, és most valaki nehogy már azt előre valaki úgy gondolja, hogy hát azt mondtad, akkor, akkor most miért nem vagyunk ott? Igen, akkor ott voltunk, az az, az napi tükre volt a híreknek és a trendnek, most meg itt vagyunk. Tehát aki elaludt közben, annak föl kell ébredni, hogy ez egy olyan gyorsan változó piac, hogy egyszer így, egyszer úgy. És ezt kell tudni követni. Akinek van hozzá idegrendszer, gyomra, akkor az mindenképpen itt tud maradni. Aki nem bírja ezt az egészet, az úgyis egy idővel kifográzódni ebből az egészből, és, és nem lesz benne, hiszen azért ebben nagyon-nagyon sok munkát, tanulást kell beten beletenni, hogy te ezt eredményesen csináld. Mert lehetnek szerencsék, lehetnek ilyen kamikák, ú, uh, vettem, tök mázdi, ú, uh, ott beszálltam, ott meg eladtam, mekkora mester vagyok. De, hogyha ezt évekig szeretnéd eredményesen csinálni, az csak akkor fog menni, ha tanulsz, 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 és követed a piacot. Hiszen a szerencse faktor az nem lehet mindig ott, egyszer-kétszer megtörténhet, de hogyha azt akarod, hogy a kereskedéseid, vagy éppen a vásárlásaid nagy része, hosszú távon pláne mindig pluszba legyen, akkor azért figyelni kell. Persze az is egy megoldás, hogy valaki vesz egy nagyon jó kriptót, mondjuk bitcoint, és akkor csak úgy tartja nem történt vele semmi, nagy eséllyel abszolút az mehet felfele. De ez most persze nem tanács, hanem csak vélemény. Viszont azért ennél jóval több lehetőség van a kriptóban. És szerintem sok minden nem érdemes kihagyni. De ez az én véleményem. Az első hír, amiről pedig beszélni szeretnék, akkor ennek tükrében egy medvésebb hír, ugyanis újabb 13 kriptos cég döntött úgy, hogy az FCA-nek benyújtott ugye, engedélykérési applikációját, ah, tudjátok mit, visszavonom, visszavonja, őt ilyen feltételek ez nem érdekli. Ugye Tegnap is, tegnap előtt is beszéltem az Egyesült Királyságban történő Binance problémáról, miszerint szerint ugye vannak problémák itt a ö, regisztráció hiányával, amit az FCA ö, mondogat, hogy hát bizony ez a Binance részéről kimaradt. És hát nincsenek egyedül. Nagyon sok ilyen kriptóval ö, foglaltoskodó cég van az Egyesült Királyságban, akik ö, nincsenek velük regisztrálva, sőt most egyre többen úgy döntöttek, hogy oké, okay, engem nem is érdekel, én ki is lépek ebből az applikációs, ebből a jelentkezési procedúrából. És lehet látni a cikk is erről szó, hogy újabb 13 cég döntött úgy, hogy jó, akkor én ebből kilépek. És ugye a, még a Coin Telegraph még a hónap elején között, hogy 51 kriptótársaság visszavonta a korábban benyújtott beadványokat az FCA-hez való regisztrációhoz. A Reuters idézet e, szerint az FCA szóvivő elmondta, hogy most pedig további 13 vállalat lépett ki a jóváhagyási folyamatból, és ezzel már a visszalépett vállalatoknak a száma 64-re nőtt. Tehát lehet látni, hogy egyre kevésbé van kedvük az Egyesült Királyságban működni ilyen feltételekkel. Tehát inkább azt mondják, hogy jó, oké. Köszönöm. Ugye 2020. januárja óta az FC felügyeli az ország kriptoszektorában a pénzmosás, pénzmosás, elleni szabályok betartását, és igen, igen, igen. Ja, igen. És az engedélyezési folyamatból való kilépéssel ezeknek a vállalatoknak ugye le kell állítaniuk minden kriptográfiai tevékenységet, kriptos tevékenységet, vagy pénzbírsággal az FCI pénzbírsággal szembesülhetnek, és ugye jogi lépéseket léphet meg az FCA velük kapcsolatban. Nos, hát egy ilyen helyzetet teremtettek az Egyesült Királyságban, és bizony, akik ott vannak, többen írnak itt a chatben is, mármint a komment szekcióban úgy gondolom. Kértem is, hogy jelezzétek vissza, hogy hogyan működik, mert tudom, hogy többen nézitek Angliából, és többen írták, valakinek még működik, valakinek már, mit tudom, én, nem működött a binance beutalás, valaki mondta, hogy már tényleg ez a szolgáltatás, ami egyik az nincsen, a másik szerint valaki mondta, hogy már a Hollandiában is probléma van, <kül> Tehát jelenleg azért van egy kisebb káosz, az Egyesült Királyság nem annyira kedvez jelen pillanatban a kriptósoknak, ugye tudjuk jól, hogy különböző bankok is úgy vélekednek, hogy kriptó beáramló fiat kifizetéseket nem fogadnak, például az HSBC és a Nutfest is ezen a véleményen van. Aztán nyilván, hogy a szabályozások majd időben rendeződnek, jelenleg ugye ezeket csiszolják, akkor persze minden helyreállhat, most ilyen pillanatban úgy vannak vele, hogy oké, okay, ingoványos talaj, inkább nem veszek benne részt. Na jó, aztán jöjjön a második hír, a második hír pedig arról szól, hogy maga a USDC, tehát a második legnagyobb stablecoin, pedig állítólag egy másik tíz blokkláncra fog felkerülni, ez pedig egy nagy előrelépés. Nagyon fontos, hogy a kriptóban való fizetéseknek a számok akár megnövekedhessen, hiszen így lesz a kriptó egyre jobban mainstream. És ebben nagy szerepe van egyébként a stablecoinoknak is. Természetesen ugye a stablecoin arra is jó, hogy abba parkoltatja addig a pénzét kriptó formában. Pontosan azért, hogy majd, hogyha eljön a megfelelő pillanat, akkor tudjon lépni és más kriptovalutákba is tudjon fektetni. Akkor már ott van kriptóban, és akkor onnantól kezdve az már tényleg csak egy mozdulat, nem kell akkor is ott még a bankból beutalni, hanem ez egy nagyon egyszerű módja ennek. És itt van az újabb hír, hogy a USDC, ami egyébként jelen pillanatban a második legnagyobb kriptó stablecoin, bocsánat, stablecoin a jelenlegi 25 milliárd dolláros piaci kapitalizációjával, pedig újabb 10 blokkláncra vándorol a jövőben, hogyha minden igaz. És ezzel átvenni a vezetést a USDT előtt, ami jelenleg ugye a legnagyobb ö, stablecoin piaci kapitalizáció szerint, ugye 63 milliárd dolláros a piaci kapitalizációja, ezzel szemben a USDC 25, viszont a USDT, tehát a Tether, az jelenleg 8 blokkláncon elérhető a USDC 4-en, de most tervezik, hogy akár 8-10 blokkláncon még, euh, még megjelenhet, tehát akkor köztük várható az Avalanche, a Silo, a Flow, a Hedera, a Kava, a Nervous, a Polkadot, Stacks, Tezos, Tron, és így tovább. Nyilván ezeknek a száma majd egyre jobban nő. Tehát ez egy nagyon-nagyon szuper dolog, hogy minél több helyen lehessen majd a USDC-t használni. Ugye egyébként is a Tetherrel, a USDT-vel, azokkal állandóan jönnek a hírek, és gondok vannak, hogy vajon milyen fedezet van ott rá, ott azért nem olyan jól vannak bevizsgálva a dolgok, mégis az a vezető stablecoin. A USDC pedig azért jön ilyen szépen fel, mert ott azért sokkal átláthatóbb a helyzet, és állítólag tényleg megvan az a fedezet, amit ugye az USA dollárban beletesznek. Na, szóval ez is egy érdekes hír, mindenképpen egy jó dolog ahhoz, hogy a kriptó egyre jobban mainstream-ebb lehessen, minél több blokkláncra fölkerülnek a nagy stablecoinok, koinok és itt van a USDC, ami a második legnagyobb. A harmadik hír, amit hoztam, az a Coin Market cap szól, méghozzá annyiban, hogy integrálták a uniswap a honlapjukra, és ezzel talán még több ember felfigyel ezekre a bizonyos dexekre, és tud majd akkor swapolni, tudja ezeket használni. A Coin Market Cap-et ugye én is minden adásban, műsorban ugye előszeretettel használom, amikor megszoktam mutatni, hogy ugye milyen ö, piaci Helyzet van, tudjátok ezt, amit erről beszélik, itt van, hogy Coin Market Cap nos. Ők azok, akik úgy döntöttek, hogy bizony az egyik Dexet, méghozzá Uniswapot fogják integrálni az oldalukra, és onnantól kezdve akkor már a Coin Market Cap oldalán is tudod ezt használni, tehát itt meg is mutatom, ez így néz ki igazából csak csatlakoztatod szépen a pénztárcádat, Metamaskot elfogyja, Wallet Connected, Coinbase Wallet, Formatic és Portis, ezeket a pénztárcákat fogadja a jelen pillanatban, és akkor már is tudod végül is a Uniswap felületét használni, de annélkül, hogy külön átmenni a Uniswapra, ez már a Coin Market Cap-en is megtehető. Ez azért fontos, mert, mint egy a cikkből is kiderül, ugye maga az oldal még annó mikor is 2013-ban látott napvilágot, akkor indult, és bizony nagyon-nagyon sok látogatója van. Tehát az év elején, januárban még 101 millió körül volt a látogatók száma, ami pedig májusra, idei májusra 272 millióra nőtt. Tehát igaz, minden olyan oldal, ami kriptóval foglalkozik, pláne a nagyok, ugye óriási figyelmet kaptak, ment fel itt a piac, dübörgött minden. És pontosan ezért fontos, hogy sokan csak ugye egy-egy ilyen oldalra kerülnek fel, amikor nézegetik, hogy itt is szembe jöjjön velük, mert nem mindenki halássza ki a uniswap magának innen, onnan, onnan, onnan vagy egy dexet, viszont hogyha ilyen oldalakon is fent van, és vannak hozzá linkek, vagy ugye az oldalra van integrálva, tehát lehet direktben használni, akkor az mindenképpen jót tesz annak, hogy a kriptó egyre mainstream-ebb legyen, ezeket a dolgokat is tudják használni, hiszen nem minden megvásárolható a centralizált váltókon. Van rengeteg például, főleg az altcoinok, -ok, ugye erről van szó, ugye az Uniswap, az RC20-as altcoinokat, azokkal lehet ott kereskedni. Tehát innentől kezdve egy csomó mindenhez akkor ö, hozzá tudsz jobban férni. Tehát, hogyha csak a Binance-en vagy, akkor egy Igaz, hogy sok altcoin van ott is, de ugye az limitált. Jelenleg altcoinok a gyerekek mindenki vigyázzon, mert nagyon-nagyon óvatosan kell kezelni a helyzetet, ugyanis nem tudjuk, hogy rövid távon most, hogy fog viselkedni a piac. És hogyha a Bitcoin Ethereum is egyébként tovább esik, hogyha ez történik, akkor az altcoinok még nagyobb pofonokat kapnak. Tehát ez most szerintem nem az az időszak, amikor all kell. Erre csak felhívnám a figyelmet, mindenki magának eldönti. Nyilván, hogyha van egy-egy ilyen szimpatikusabb dolog, akkor többször keveset, mert úgyse találjuk el az alját, de esetleg ugye lehet belépegedni, csak mindenki legyen tisztában azzal, hogy amennyiben és még tovább esik a piac, akkor viszont az alkoholinok nagyobb pofont kapnak, mint mondjuk maga a bitcoin. Pláne itt a kisebbekről beszélek. Szóval ez is egy érdekes dolog, és mindenképpen hasznos a kriptó számára, hiszen ez oldal, ahol tényleg több száz millió látogatója van, akkor azok egyébként nagyon sok mindent megtalálsz itt a coin market cap-en, ha adatokat gyűjtesz, tehát mindenkinek erőszeretett ajánlom, hogy csak néz elődjön, nézze meg a különböző kategóriákat, hogy mik vannak. Itt is egy portfóliót összerakhatsz, akkor magadnak, akkor azt tudod figyelni. DeFi kategória, NFT, akkor itt van a BSC-lel, solana -ra. Na mindegy, szóval nagyon-nagyon-nagyon sok információ, és ugye itt természetesen még plusz akkor a, a, a napi e, csárt is itt van. Vannak hírek, és itt tovább. Ennyit akkor a hírekről, az én részemről, és akkor jöjjenek a kérdések és azokra a válaszok. Nagyon örülök hogy ezt a kérdez felleket, amit tényleg napi rendszerességgel beleteszek a videókba, ezt nagyon-nagyon sokan szeretitek, teljesen aktívan tartjátok a komment szekciót, és látjátok is, hogy van is értelme, hiszen írtok, én is sokra tudok ott válaszolni, és emellett persze hozok mindig a videóba is azokból, tehát többen köszönitek, hogy ez, ez tök jó és nagyon informatív. És akkor vágjunk is bele, Jöjjenek az újabb kérdések tőletek, kedves Attila, Vícsént lehet ö, különösebb segédprogramok nélkül rátenni a ledgerre. Olyan egyszerűen, mint a Bitcoint vagy az Ethereumot választ elő, és köszönöm. Oké, okay. szóval a lényeg az, hogy ö, olyan egyszerűen, mint a Bitcoin vagy az Ethereumot egyébként nem lehet, kell hozzá a Vícsén esetében egy segédprogram. Ajánlom figyelmetekbe! ezt a linket, ezt az oldat. Azért húztam ki pirossal ezt, mert ennyit kell beírnatok a keresőbe, hogy ledger.com, utána egy perjel, és utána ezt írjátok be, supported, viszont tegyetek hozzá kötőjelet, nincsen szó csak kötőjel, tehát supported, kötőjel, crypto, kötőjel, assets. Jó, ezt beírjátok, és akkor erre az oldalra fogtok jönni. Itt pedig mindegyikre rá tudtok keresni, Ugye ez esetben itt volt a V-chain, például, ugye a v betűt beírtam már és kiadta. És itt mellette látjátok, hogy azok, amiket lehet mondjuk, valamit van a Ledger Live-ban, itt írja, hogy a Ledger Live például a CRV-t azt abszolút támogatja, de például ilyen értelemben lehet küldeni és fogadni a ledgeren a WeChain-t, a VT-t, de. Viszont uh, itt van, hogy ehhez viszont a WeChange sync szinket kell használni, és akkor rá is mehetek, és meglátjátok, hogy mi is ez a WeChange szink, hogyan kell ezt alkalmazni. Tehát vannak ilyenek, amihez ugye közvetett módon uh, tudsz csak ledger használni. Attól még minden a ledger van, jó? Tehát attól nem kell félni, csak ez a kezelőfelület. Vedd úgy, hogy még a Ledger Live nem tudja, egyébként hát folyamatosan bővítik mindig ezeknek a, 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 számát, hogy minél többet tudjon. É, azért vannak állandóan frissítések, fontos, hogy mindig frissen is tartsd a ledgeret, és frissíteni csak kizárólag a Ledger Live-ból, sehonnan máshol, e-mailből soha. Ümm, viszont ugye vannak olyanok, mint a Cardano, amihez kell mondjuk a Yoroi Wallet, vagy itt van akkor a WeChain, amikor ez a WeChain Sync-re van hozzá szükség, tehát akkor megválaszolva a kérdésedet, itt bizony erre szükség van, nem lehet olyan egyszerű direktbe küldeni, mint a Bitcoin-t vagy ethereum -ot. Szia, Téla. Nem szeretné esetleg a magyarokat jobban érintő csalásokról beszélni? Több csalást is reklámoznak, leginkább egy ilyen youtuberről tudok, aki nagy üzemben nyomja, aminek ha egy kicsit utána megy, az ember nyilván szkem, de sajnos sokan bedőlnek itt Magyarországon is. Nos, ez egy kényes terület, pláne itt a, a különböző youtuberek, ugyanis az, hogy ez majd egy csalás vagy nem csalás, azt ugye utólag ö, lehet majd igazából bizonyítani. Nyilván, akik jobban benne vannak ezen a területen, ismerik, hogy miket kell figyelni, azoknak már most egyértelmű, hogy jó, én ebbe biztos nem szállok bele. Viszont van tényleg több olyan youtuber, nyilván nem Magyarországon is van, meg van olyan is, aki, és nagyon sokat hát nyilván sokkal több a külföldi akik egyébként pénzt kapnak különböző ilyen cégektől azért, hogy azokat reklámozzák, és akkor nyilván innentől kezdve ők kapnak némi a pénz honoráriumot, és nagyon sok embert ide be tudnak húzni. Viszont én azért nem mennék erre, én nem akarok én itt YouTube háborút indítani. Amikor bizonyos projektek engem megkérdeztek, ott úgyis mindig elmondom, hogy mi az, ami nekem már gyanús. A gyanús, az az én esetemben rossz, egyenlő azzal, hogy abba nem fog befektetni. Ami kicsit is gyanús, én nem kockáztatok. Annyi jó lehetőség van a kriptóban. Szóval igen, ezt, ezt nyilván nem fogok senkire újra mutogatni, ez szerintem nem az én feladatom, bár megértem, hogy hogy sok ember ugye be tud dőlni, főleg, hogyha az elején van. De ezért szoktam azt hangsúlyozni, az elsődleges feladat az, hogy még mielőtt bárki, bárhogy beszáll a kriptóba, a pénzével, tehát ebbe fektetne, abba fektetne, azelőtt mindenképpen a tanulással kezdje. Tehát nem azért készítem a kurzusokat, nem azért hozom létre a Patreon csoportot, nem azért csinálom ezeket a napi videókat, vagy nem azért csinálok konzultációkat, hogy csak. Nem, ez mind arról szól, hogy én már rendelkezem ezzel a tudással. Én már el tudom dönteni magamnak, hogy mit és miért szeretnék. De szeretném nektek megadni a lehetőséget csak annak, akit ez érdekel, hogy nektek is legyen olyan dolgokra rálátásodok. Nekem naponta több óra tanulás van benne évek óta, tehát nyilván fölhalmoztam már egy tudásmennyiséget. Biztos vannak nálam is tutira. Mindig van szebb, bokosabb és jobb szakember mindenkinél, ez mindig így van. Viszont nyilván az átlakoz képes, plánnal, aki most kezd, azoknál biztos, hogy nagyobb a rálátásom. Tehát pontosan ezért kicsit jobban meg tudom szűrni azok a dolgokat, hogy mire érdemes figyelni, hogyan érdemes elkezdeni, hogyan érdemes a, a portfóliót összerakni. Nem tanácsokat szoktam ö, osztogatni, hiszen azt nem oszthatok, hanem nagyon egyszerű. Én elmondom azokat a dolgokat, amik nekem már bizonyítottak, nekem már működnek, én azt hogyan csinálom, és aki ezzel azonosulni tud, akinek ez szimpatikus, az nyilván ö, ezt másolhatja, hogyha szeretné. Nagyon egyszerű, nem kell még föltalálni a spanyol viaszt, egyszerűen le kell másolni azokat, akik ö, már ö, bizonyos sikereket ö, értek el valamilyen területen. És nem csak én vagyok, számos más ö, szakember van, magyar is, külföld is, mindenkitől amennyit tudok, csak fogyasszatok információt, csak fenntartással. Pláne, hogyha olyan projekteket hallatok, és itt akkor visszatérek erre a, a kérdésre, kérdésre, hogy nagyon csábító ígéretek, azokat mindig óvatosan, jó? Tudom, hogy a kriptóban bármi megtörténhet, na de azért észre. Aztán itt van egy ilyen ledger kapcsolatos kérdés még. Ákos írt ugye a Patreon csoportban, de azt mondja, hogy ott, ott nem talált válaszra. Nyilván, hogyha nekem írsz direktben, akkor én mindig válaszolok, de viszont, hogyha lehet, hogy egy komment alá, vagy valahol a discord Tehát valakinek félreértésen például a Discord csatornát a patreon az úgy működik, hogy a tikér esetekre hoztam létre. Azaz, a közösség, aki fönt van a Patreon-ban, szeretett volna egymással kommunikálni, információkat megosztani. Én nem használom a szinten azt a Discord csoportot, mert aki tőlem akar kérdezni, az kérdezzen direktben, személyes üzenetben a patreon -ban. aki pedig mással szeretne beszélni a Discord-on, Discord ne ott tegyétek fel a kérdést, mert nem tudok én annyi eh, helyen már tényleg ott lenni. Szóval, úgy néz ki, hogy. Eh, Tegyük fel, vennék ugye legert, mert még nem vettem, de valami bénázás közepette visszaállítom rajta a gyári állapotot. Akkor elvesztettem a koinjaimat, vagy csak egyszerűen be kell érni azt a sok, nem számot, hanem ez esetben egyébként szót, és visszajön minden. Magyarán valahogy el lehet rontani, hogy az ember elveszítse, amit rárakod, vagy esélytelen, ha megvan a visszaállító kód igazából így esélytelen, és akkor még azt is írta, hogy ja, igen, hogy ja, hogy azért ír itt, mert hogy most már nincs ott a Patreonban, de az arra is, hogy hangsúlyozta, hogy azért nincs ott, a pénzügyi helyzet miatt léptem ki, nem azért, mert nem voltam megelégedve. Na ennek örülök, hogy elégedett van. Persze, vannak ilyen helyzetek a, a, az emberek életében, de aki megengedheti, az most tud ebben az időszakban legjobban ö, építeni és, és, és készen állni, nem amikor már minden ismételten tombol. Szóval a lényeg az, hogyha van, megvan ez a 24 szavas visszállító kódod, akkor bizony, ö, onnantól kezdve tök jó vagy. Történhet bármi azzal a ledgerrel, tehát leöntheted egy adag vízzel, eltörheted, ellophatják, bármi lehet vele, egyszerűen rendelsz egy másikat, nagyon fontos, hogy a helyes linkről rendelt, tehát nehogy valami kamut, amit előre meghegkeltek. Ezért tettem be nektek ezt a linket, Mindenkinek ezzel euh, szeretném azt segíteni, hogy ne kamu linkről. Tehát itt van a link a videó alatt, ott van a Ledger link, rákattintasz, és akkor a helyes oldalra fog vinni. Jó? Akkor, hogy aki ilyet szeretne, mindenki magának eldönti. És onnantól kezdve a 24 szóval vissza tudod állítani. Ha elvesztetted a 24 szavadat, akkor veszedtel a kriptód is. Ugyanis a Ledger sem tudja ezt a 24 szót, és más se, és ez 2048 szóból van variába, tehát igazából könnyebb a lottöltöst találni, mint ezt a 24 szót. Innentől kezdve pedig ugye, vesse mindenki magára. Szóval ez miatt nem kell aggódni, akkor a kriptók visszaállíthatók, de ehhez erre bizony szükség van. Na jó, köszönöm szépen mára is akkor a figyelmet és uh, ha tetszik ez a tartalom, nyomjatok egy lájkot, azt mindig megköszönöm ez a visszaigazolás, valamint iratkozzatok fel erre a csatornára, ha még nem tettétek, ugyanis én minden hétköznap hozom nektek a legfrissebb kriptolóta és blokklánc híreket, a Blockchain Bloom hungary tényleg napra kész lehet ezen a területen, így holnap is jövök vissza a legfrissebb kriptolóta és blokklánc híreken. Mindenkinek nagyon szép napot kívánok, sziasztok!